Nagy-Britannia és Németország Ukrajna legnagyobb támogatója Európában. Ezt harmadik Károly mondta Berlinben, ahová uralkodóként első útja vezetett. A látogatás során a német államfő úgy fogalmazott, hogy a Brexit elindítása után 6 évvel ideje új fejezetet nyitni a két ország közötti kapcsolatban. Károly koronázásán egyébként számos ország vezetője jelen volt. Joe Biden amerikai elnök azonban korábban visszautasította a meghívást. Hogy mi ennek az oka, és milyen a brit uralkodó külpolitikájának megítélése, arról szakértő vendégünket kérdezik Titanilla. Így van, ezzel a témával folytatjuk brit belpolitika után brit külpolitika. Élőben kapcsoljuk most Szegő Patrik történészt, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját Szegedről. Jó estét! Jó estét kívánok, köszöntök kedves nézőket! Az Egyesült Királyság esetében... Elnézést, szóval, hogy az előbb arról volt szó, hogy az Egyesült Királyság esetében a mindenkori brit uralkodónak milyen a belpolitikai szerepe, milyen a külpolitikai szerepe most harmadik Károlynak, milyen feladatok várnak rá ebben a pozícióban? Gyakorlatilag, ahogy az alkotmányos monarchiák esetében mondani szoktuk, az uralkodó uralkodik, de nem kormányoz. Ugyanúgy, hogy a belpolitikában, a külpolitika esetében is az uralkodónak reprezentális, ceremoniális és részben alkotmányjogi szerepköre van. Tehát ilyen szinten magát, a brit nemzetet, a monarchiát kell, hogy képviselje. Tehát külön külpolitikai irányvonala nem szabadna, hogy legyen, és a korábbi brit uralkodók ehhez igazodtak. Maga Károly annyiban különbözik korábbi brit uralkodóktól, hogy az édesanyja volt a leghosszabb ideig regnáló brit uralkodó. Ez azt jelenti, hogy maga Károly trónörökös, a leghosszabb ideig hivatalban lévő walesi herceg volt. Ezt az időszakot, ezt a 7 évtizedet nem csak azzal töltötte, hogy elég jól felkészülhetett az uralkodóvá válásra, hanem gyakorlatilag aktívabb és láthatóbb közéleti szerepvállalást tett, mint az édesanyja. Ez azt jelenti, hogy ezen 7 évtized alatt több száz országba ellátogatott, tehát több száz országba ellátogatott, és összesen több ezer belföldi és külföldi hivatos eseményen is szerepet vállalt. Tehát a világban ismert szereplő, magában a külpolitikában, tehát összekötő híd lehet egyrészt a nemzetközösséghez tartozó országok között, másrészt attól függetlenül, hogy az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót, azért a NATO szövetség révén itt európai partnerei továbbra is vannak, és megmaradtak közös célok. Ha nem is az Európai Unió keretén belül, de biztonságpolitikában, védelempolitikában, bizonyos külpolitikai vonatkozásban, akár kibervédelemben is ezek megvannak. Tehát egy összekötő kapocs. És maga úgy látjuk, hogy Károly amellett, hogy uralkodóként egy picit próbál majd hátrébb lépni a közéleti szerepvállalástól, hiszen passzívabb közéleti szerepvállalást várnak el a mindenkori brit uralkodótól. Az utóbbi pár hónapban azt láthatjuk, hogy kiváló kettőst alkotnak Rishi Sunak kormányfővel. Magának tehát szimbolikus jelentőségű lehet az, hogy maga az új brit király elsivatos látogatását Németországba tette. Ahogy a felvezetőben is említették, maga a Németország az európai országok között az ország, aki hadiszállításban leginkább támogatja Ukrajnát. Na most a brit kormány 2022 év végén elfogadott, úgymondván hadi költségvetése Ukrajna számára, igazából 2023-ra az Egyesült Királyságot teszi a legnagyobb hadiszállítóvá. Maga mindez kifejezi azt a külpolitikai irányvonalat, ami igazából Winston Churchill, sőt még azelőtt periódusokból származik. A Winston Churchill-i hidegháborús külpolitika és biztonságpolitikai szemlélet azt mondja, hogy igenis, akkor még ugye a Szovjetunióval, ma Oroszországgal szemben fel kell lépni, erőt kell felmutatni, mert csak ezt értik meg, ezt értékelik. Tehát mindaz, ami most történik, és amiben részt vesz
illetve szerepet vállalt harmadik Károly, ez kapcsolódik ahhoz. Németország egy fontos katonai szövetséges is, az Európai Unió elhagyása után új alapokra kell helyezni ezeket a kapcsolatokat. A kilépés lezajlott, itt az ideje, tehát a kilépés körüli vitákon túl lenni, és a brit külpolitika szemszögéből fontos prioritásokat előtérbe helyezni. Tehát maga Károly felszólalt a német szövetségi parlament épületében, nagyon bátornak nevezte Németország lépését, illetve elhatározását arra, hogy Ukrajnának segít valóban, és igazából egy uralkodóhoz képest, mondjuk úgy szokatlanul, véleményt is mondott a háborúról, ahogy említettük, tehát inkább ceremoniális és reprezentatív szerepe kell legyen. A háború céljai kapcsán az angolszász világ úgymondván lőzongjait mondta el, tehát béke, szabadság és demokratikus értékek védelme. Ugyanakkor mindezek, tehát mondhatjuk úgy, hogy absztrakciók is, tehát itt konkrét dolgokról nincs szó, ha nagyon akarjuk, akkor ezek beleférnek azért a reprezentatív vagy ceremoniális megnyilvánulásokba. Ugye a mai koronázással kapcsolatban érdekesség, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke nem vett részt ezen a ceremónián. Jill Biden First Lady képviselte az USA-t, illetve az unokája kísérte őt el. Milyennek a jelentősége? Kell ebből következtetéseket levonni, hogy Joe Biden nem volt ott? Az igazság az, hogy egyetlen egy amerikai szövetségi elnök sem vett részt brit koronázáson. Eisenhower 1953-ban meg volt hívva Erzsébet koronázására, de kimentette magát. Tehát maga az Egyesült Államok, pontosabban korábban a 13 angol-amerikai gyarmat, pont a brit koronával szemben mondta ki a függetlenségét. 1776. július 4-én a függetlenségi nyilatkozatban. Ebben felróták a sérelmeiket, és azért az akkori brit uralkodót, harmadik Györgyöt tették még felelősnek. Na most Károlyunk, harmadik Károly gyakorlatilag leszármazottja ennek harmadik Györgynek, tehát mondjuk úgy reprezentatíva a külpolitikai diplomácia világában nem illett volna Joe Bidennek jelen lenni ezen a koronázáson. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ugye Jill Biden, aki ott volt, ő kék színű ruhát viselt, a vele lévő unokája pedig sárgában jelent meg, és ebből nagyon sokan messze menő következtetéseket vontak le, ugye Ukrajna zászlajának színei, a kék és a sárga. Bizony. A két ország, két angolszász ország gyakorlatilag, tehát a világ történelem során, pontosabban a 20. században és 21. században együttműködött. Mondjuk úgy a szeptember 11-i terrortámadás óta az Egyesült Királyság szánsegédjé vált az USA-nak a világpolitika terepén tett lépéseiben, tehát gyakorlatilag a legtöbb Egyesült Államok által kezdeményezett akcióban, katonai fellépésben, vagy akár diplomáciai kezdeményezésben valóban ott volt az Egyesült Királyság. A britek szemszögéből létezik egy ilyen elképzelés, hogy a két angol száz vezető ország között van egy különleges kapcsolat, a special relationship. Gyakorlatban az Európai Unióból kilépés után magának, Britanniának, a brit vezetésnek meg kell mutatni azt, hogy az ország teljes szuverenitását visszanyelve mire képes az ország. Tehát egyrészt az USA szövetsége fontos, és valóban a két ország tandemben támogatja Ukrajnát Oroszországgal szemben. Tehát ez a transatlanti kapcsolat jelentőségét mutatja, illetve gyakorlatilag az Egyesült Királyság globális világban való külpolitikai irányvonalának fő mércéje is. Szegő Patriknak nagyon szépen köszönjük.